Én nagyon szeretem a burgonyát, főleg a krumpli leveseket, bármilyen formában, lehet az klasszikus vagy krémleves, és ezért nagyon megörültem, amikor tavaly előtt Erdélyben megtaláltam a fehér rokolyás pityóka leves receptjét. Elhatároztam, hogy most az eddigi könyveimből fogok recepteket válogatni nektek, így most akkor jöjjön az Erdély könyv, a Magyarország finom határon túl és azon is túl könyvből a fehér rokolyás pityóka leves. Meg kell hámoznom és föl kell aprítanom a krumplit, így kezdődik. Természetesen innen kezdve, hogy a konyhámban elkészítem ezeket a recepteket, megtaláljátok a YouTube csatornámon is. Ez egy nagyon gyors leves, nagyon laktató, hiszen a burgonya mellett majd tejföl is lesz, meg vaj is. Emellé már elég valamilyen tésztaétel. Általában ezeket a leveseket egyébként vagy böjtben, vagy péntekenként, vagy szerdánként készítették régen a szüleink, nagyszüleink. Már akkorákra vágom, amekkora egy kanálban tökéletes lesz. Ilyenkor olyan burgonyát használjunk, ami nem szétfőlős. És hát azt már mondanom sem kell, hogy egy jó minőségű burgonyának isteni íze van. És amikor belekerül ez a vajas, tejfölös ereszték, egy igazi krémes, ízgazdag, tehet levesünk lesz belőle. Meg is főtt a krumpli, ne főzzük túl, mert még fel kell forralnunk. És akkor elkészítjük az eresztéket. Először egy rántást készítek, 5 deka vaj, 1. Eredetileg ez a leves ecetes tárkonnyal, vagy tárkony ecettel készült. Én most annyit variálok, hogy ezt friss rozmaringgal fogom készíteni. Csak megfuttatjuk. Erre teszek 1 kanál lisztet. Szép rózsaszínre megpirítom a vajban a lisztet. 1 kis kanál cukor, vagy 1 nagy csipe. És amikor szép rózsaszín a liszt, akkor 2 deciliter vízzel felengedem. Amíg ez kifor, addig egy egész nagy doboz jó zsíros, finom tejfölt kikeverek 2 tojás sárgájával. Kiforrt a vajas lisztes rántásunk, és ezt most annyira le kell hűteni, ilyen 80 fokosra körülbelül, hogy a tojásos tejfölt ne csapja ki, vagyis a tojásos tejföltben lévő tojás sárgáját ne csapja ki. Egyébként Erdélyben jellemzően tojás sárgájával, vagy tejfölös eresztékkel sűrítik a leveseket. Ehhez a tojásos tejfölhöz adok még egy pici ecetet is. Emiatt az ecet miatt teszünk egyébként egy nagy csipet, vagy egy kis mokáskanálnyi cukrot a leveshez. Amikor úgy látjuk, hogy ez megvan, lehűlt megfelelően, akkor a levest, vagyis a burgonyát a vízzel visszatesszük a tűzhelyre, és jó erősen felforraljuk. És amikor jól lobog, akkor megcsináljuk ezt a fehér rokolyát. Na figyeljetek! Erősen kiforraljuk. 1-et kavarintok, kész. Itt kell a szélén lenni egy habkoszorúnak, az a rokolya, de eredetileg ugye a rokolya
az a szoknya, és az alsó szoknya jó fodros volt, fehér alsó szoknya is. Erről nevezték el, kezd gyűlni itt a fodora szélén, és ott van a rokolya a szélén, az a hab, az olyan, mint a szép alsó szoknyákon, a fodor, ez itt a rokolya. Ilyen a népi ételek és a népnyelv, ilyen csodálatos. Na, el is zárom, ugyanis lehet tálalni. Hozok egy gyönyörű, szép új tányért. Borbás Marci minden könyve a www.egy.shop.hu oldalról rendelhető.